mondhatni nem volt ismeretlen a Veszprém a cápák számára, hiszen alig néhány napja találkozott egymással a két csapat a bajnokságban, akkor idegenben a Blue Sharks győzelmet aratott. Ezúttal a HEP kupában mérte össze erejét a két együttes a Continental Arénában, a tét pedig a debreceni 4-es döntőbe jutás kivívása volt. A nyíregyháziak az első pillanattól kezdve kézben tartották a mérkőzést, 20-14-re hozták az első, majd 14-13-ra a második negyedet. A harmadik etapban még jobban ráerősítettek a cápák, 28-13-ra nyerték ezt a játékrészt is, így a negyedik záró negyedre már nyugodtabban, a kulcsembereket pihentetve fordulhatott Siska János együttese. A Veszprém már megszorongatni ekkor sem tudta a Blue Sharksot, amely így 78-65-ös győzelmével a 4-es döntőbe jutott. Úgy gondolom, hogy az első percről rájuk tudtuk erőltetni a mi játékunkat és amit mi szerettünk volna játszani, illetve már a második negyedben látszott, hogy valószínűleg jobban fogjuk bírni erővel. Ezt tudtuk érvényesíteni ugye a bajnokin is múlt héten pénteken, amit sikerült elhoznunk a két pontot Veszprémből. Illetve nagyon hiányoztak az embereik, a Költési Gergely, illetve a légiósuk. Ha ők itt vannak, akkor úgy gondolom, hogy sokkal nehezebb mérkőzést játszunk. Azért is, mert a rotációjuk ugye nagyobb lett volna, plusz két ember tudtak volna bevetni. De úgy gondolom, hogy kellőképpen kijött a fizikumunk fölényünk a második fél időre főleg. És az, hogy mi tudtuk diktálni az iramot, és nekik kellett folyamatosan az eredmény után jönni, ez kivesz egy csapatból. Mérés Csaba a Veszprémiek mestere szerint is meghatározó volt, hogy két kulcsjátékosa hiányzott, de a pályára lépő játékosai így is mindent megtettek a győzelemért. Az, hogy a két kulcsjátékosom nem jött a Nyíregyházára, az nagyban befolyásolta a mérkőzést. Nyilván egy kicsit erőtetett menetben voltunk, tehát péntek-szerdával játszottunk. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy akik itt voltak és a pályára léptek, azok próbálták a maximumot kihozni, úgyhogy én ezért nagyon büszke vagyok a társaságra, borzasztóan elfáradtak. Ettől függetlenül ugye a Nyíregyháza természetesen megérdemelte azt, hogy kiharcolja a négy közé jutást. A négy között pedig javítana a tavalyi harmadik helyezésén a Nyíregyháza Blue Sharks. Természetesen először az volt a cél, hogy jussunk be a döntőbe, aztán utána a döntő ugye semleges pályán bármi megtörténhet. Természetesen szebb érmet szeretnénk, és úgy megyünk oda, hogy el tudjuk ezt érni. Mindegy, hogy első vagy második helyre, mindenképpen szeretnénk érmet hozni. A HEP Kupa 4-es döntőjéig azonban még a bajnokságban kell elő bizonyítani a cápáknak. Szombaton a Bonyhádot fogadja a hazai pályán a nyíregyházi csapat.